Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert olyan családba születtem, ahol fontos volt a hit, és ez a templom is. És már egészen korai gyerekkori élményeim vannak így a templomról. Kezdve Mura Erzsike nénnek a hittanórái, vagy Katona atyának, vagy Samu atyának a prédikációi, és természetesen az a gyerekközösség is, akik akkor itt voltak a templom körül. Később még azért megerősített a cselekészet is, közel másfél évtizeden keresztül azért erősen formálta így a kamaszkoromat, meg a fiatal felnőtt koromat. És valóban olyan élményekre tettem szert, illetve olyan barátságokra, amelyek azt gondolom, hogy életre szólóak. Amikor én ide a templomba jövök, akkor az nekem egy ilyen természetes dolog. Tehát az életemnek a része. Én nem is nagyon tudnám elképzelni így a hely nélkül az életemet. És amikor most belegondolok abba, hogy mit jelent számomra ez az épület, ami nyilván több, mint épület, akkor abban van valami nagyon izgalmas dolog, hogy ez a hely engem látott felnőni. Látott egészen kisgyereknek, aztán így felnőttnek, és hát remélem, hogy idős néniként is majd még itt ülhetek a falai között. És ha belegondolok, hogy mennyi érzést, imát, kérést vagy háladást hoztam ide, éppen az élethelyzetemtől függően, akkor ez a dolog, ez a hely tőlem így elválaszthatatlan. Amikbe így szeretek így belegondolni most így az ünnep kapcsán, hogy ez a hely nekem sokkal-sokkal többet adott és fogadni, mint amit én valaha is vissza tudok majd így hálálni ebből. De annak örülök, hogy sikerült talán megtalálnom azokat a feladatokat vagy szolgálatokat, amikkel így a templomi közösség javára tudok válni. Ez a kommunikáció többféle formában is. 5 éven keresztül voltam szerkesztője az egyházközségi újságnak, és hát olyan megnyilvánulási formái vannak most például ennek a kommunikációs munkának, mint hogy az újságírói tevékenységgel azért próbálom segíteni a közösséget, és hírt adni mindarról, amit nálunk történik. Vagy csak olyan egyszerű módon, hogy üdvözlöm azokat a Szent Mise előtt, akik ide érkeznek a templomba. Illetve hát a személyes kedvencem, ez a konferálások a különböző eseményeken és a felolvasás, amikor ki lehet állni a közösség elé, és így akkor átadni így az üzenetet a Szentírásból. Nagyon izgalmas dolognak tartom azt, hogy 250 éves a templomunk, és erre az alkalomra most egy egész komoly programsorozattal készülünk. Mint az egyházközségi képviselőtestületnek az egyik tagja, azért próbálom aktívan kivenni a részem így az ötletelésből is, meg a megvalósításból is. És ennek egy, úgy érzem, egy nagyon fontos része a Nekem a templom interjúsorozat, amelyre rendkívül büszke vagyok, hogy 25 epizód készült el ebből a sorozatból. Pálfai Zoltán atya így mögé állt a kezdeményezésnek, és aktív részese is volt ennek. És egy kiváló operatőr segített a munkánkat Borka Péter személyében. Én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan komoly munkát ezzel így letennünk, ami nem csak nekünk mondhat így sokat, hanem azt gondolom, hogy akár az 50 vagy 100 év múlva itt ünneplőknek. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ebben a 25 epizódban mindenféle korosztályú, élethelyzetben lévő embert sikerült megszólítanunk, akik tényleg így azt gondolom, hogy élőkövei a mostani közösségnek, és akár példaképei is lehetnek majd a következő generációnak.